figyelemfelkeltés kampányt indított a MÁV, mivel drasztikusan emelkedik a vasúti balesetek száma. Roham a sonkáért, idén nem tapasztalni olyan nagy mértékű drágulást, mint a korábbi években. Falusi húsvét sóstón, a hagyományőrző programok között falusi locsolkodás is lesz, ezért érdemes váltóruhát is vinni magunkkal a hétfői napon. Vasútbiztonsági kampányt indított a MÁV, mivel drasztikusan emelkedik a vasúti balesetek száma. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Idén eddig 32 vasúti átjárós baleset történt a kreszt megszegése vagy figyelmetlenség miatt, amelyekben 16-an haltak meg. Egy hián annyi, mint tavaly egész évben. A további balesetek számának csökkentése érdekében indult el figyelemfelkeltő kampány. Érj haza! Ez a legújabb figyelemfelhívó baleset megelőzési kampány jelmondata. A legfőbb célja felhívni a figyelmet arra, hogy a balesetek elkerülhetőek lennének, ha a gyalogosok és a gépjármű vezetők figyelmesen, kiemelt körültekintéssel, a közlekedési szabályok betartásával közelítenék meg a vasúti átjárókat. Ez sok esetben sajnos nem így történik. A MÁV honlapján számos elrettentő fotót közzétett már az utóbbi időszak legdrasztikusabb baleseteiből. Ezek jelentős része elkerülhető lett volna. 2009 óta nem fordult elő olyan útátjárós baleset, ahol bármilyen módon megállapították volna a vasút felelősségét az utólagos balesetvizsgálatok. Az idei évben már 32 útátjárós baleset volt, és ami még szomorúbb statisztika, az az, hogy többen haltak már meg idén ezekben az útátjárós balesetekben, mint tavaly egész évben összesen. Tavaly összesen 86 ilyen baleset volt, előtte évben pedig 62, de mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen baleset is túlságosan sok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érintettségében az előző években nem volt változás, tavaly is és tavaly előtt is 7 útátjárós baleset történt, az idei évben pedig a mai napig bezárólag 3 baleset történt útátjáróban. A MÁV ZRT az elrettentő fotók, videók és plakátok mellett kezdeményezi a kreszt szabályok megsértőinek drasztikus szankcionálását. A vasúti átjárókban történt balesetek jelentős részét ugyanis az oda behajtók figyelmetlensége és a kreszt előírásainak megszegése okozza. Nem néznek körül az átjáróba történő behajtás előtt, csúcsforgalomban bent ragadnak a kereszteződésben, agresszívan és gyorsan hajtanak a sofőrök, vagy éppen vezetés közben telefonálnak. Ezzel pedig komoly károkat is okoznak. Évente 800-900 félsorompó rúdját törik le az autósok. A tavalyi évben több mint 1 milliárd forintnyi kár keletkezett a vasúti pályában, az infrastruktúrában, a biztosító berendezésben, a járművekben, a mozdonyban, illetve hát ehhez hozzá kell még számolni az utasokat ért károkat is. A mozdonyvezetők még ha nem is sérülnek meg fizikailag egy-egy ilyen balesetben, nekik ez mentálisan nagy terhelést okoz. Minden tekintetben igyekszünk nekik segíteni. Ugye balesetvizsgálatkor megkérdezik tőlük, hogy tudják-e folytatni a szolgálatot, hogyha nem, akkor kérnek egy leváltót. Utána élhet a mozdonyvezető a rehabilitációs szabadsággal, illetve mentori segítséget is igénybe vehet. Ez azt jelenti, hogyha visszatér a munkába, ez nyilván az ő döntése. Hogyha orvosi segítségre szüksége van, azt is természetesen igénybe vehet. Tehát, hogyha visszatér a munkába, akkor 2 alkalommal egy munkatárs, egy másik mozdonyvezető elkísérheti a szolgálatba, kvázi egyfajta pszichés támogatást, biztonságérzetet adva neki. A vonat féktávolsága több száz méter, így a mozdonyvezetőnek az átjáróban szinte semmi esélye nincs az ütközés megelőzésére. Itt a húsvéti szezon, már megindult a roham a húsvéti sonkáért is. Füstölt húsokból évente közel 8000 tonnát értékesítenek a kereskedők Magyarországon. Ennek mintegy egyharmadát ezekben a napokban vásárolják a fogyasztók. Jó hír, hogy idén nem tapasztalni olyan nagymértékű drágulást, mint a korábbi években. A szakemberek azt mondják, a sonka bizalmi termék. A tojás és a csoki nyuszi mellett ez is elengedhetetlen kelléke a húsvétnak. 2020-ban például a magyar háztartások 92%-a fogyasztott sonkát ebben az időszakban. 2019-ben 91%-ot mutatott a statisztika, 2018-ban viszont csak 78% volt ez az adat. Vagyis a sonka évről évre népszerűbb.
Ráadásul egyre nagyobb figyelmet fordítanak a vásárlók arra is, hogy jó minőségű legyen a termék. Az általánosságban elmondható, hogy a magyar fogyasztók főleg a magyar módra elkészített nyers sonkákat részesítik előnyben. Itt ezekről mindenképpen tudni kell, hogy ezek egy több hetes, hónapos pácolási, érlelési folyamaton mennek keresztül. Ennek folyamán a víztartalmaknak jelentős részét elveszíthetik, tehát a súlyuk csökkenni fog, és ez az árban is érvényesül. A húsipari technológiával előállított gyorspácoló termékeknél ez fordítva történik. Ott ugye egy gyorspácoló injektáló berendezéssel körülbelül 25-30% vizet is juttathatnak a termékbe. Ez azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen a páclét is megfizetjük a termék árában, és teljesen érthető, hogy ezek a termékek körülbelül a felébe kerülnek a hasonló hagyományos termékeknek, így ezt mindenképpen kérnénk a fogyasztóktól, hogy ezt vegyék figyelembe. Fontos, hogyha nem megfelelő jelöléssel ellátott vagy romlott élelmiszert találunk, értesítsük a kereskedőt, hiszen kártalanítani csak ő tudja a vásárlót. De fontos az is, hogy a NÉBIH szakemberei tudjanak a hiányosságokról és szabálytalanságokról. Az ilyen információk alapján tudunk tovább menni. Akár a NÉBIH folyamatosan hívható zöld számán, akár az ügyvédszolgálatunkon, akár a megyei kormányhivatalnál is lehet bejelentést tenni. A lényeg az az, hogy pontosan tudnunk kell, hogy milyen termékről van szó, hol vásárolták, kinek a terméke, milyen termék, és milyen, hogyan azonosítható, hogy esetleg a lejárati idővel, vagy pedig valamilyen termék tétel azonosító számmal. Hogyha ezeket nem kapjuk meg, akkor csak a levegőben tudunk mi is adakozni. A jó minőségű sonka bár évről évre drágább, idén húsvét előtt ennél a nyíregyházi húspultnál még elfogadható 2600 forintos áron kapható a kötözött sonka, míg a sokáig eltartható, hagyományos magyar házi sonka 2500 forint. Horváth László Attila, a Móricz Zsigmond Színház színművésze a Lélekpark című filmben nyújtott alakításáért a legjobb színészdíját nyerte el a Portói Nemzetközi Filmfesztiválon. A legjobb férfi alakítás díját a fesztivál több mint 40 éves történetében első alkalommal vehette át magyar színész. A korábbi években ugyanezt a díjat többek között Jeremy Irons, Harvey Keitel, Jeff Daniels és Willem Dafoe nyerte el. A film legközelebb a Fantaspoa Filmfesztiválon Brazíliában, Porto Alegre városában versenyez majd. Nagy péntektől várják a közönséget a Sóstói Múzeumfaluba, a legtöbb programot húsvét hétfőn tartják a skanzenben. Ilyen nagyszabású rendezvénysorozatot évek óta nem tudtak tartani ebben az időszakban. A hagyományőrző programok között természetesen falusi locsolkodás is lesz, ezért érdemes váltóruhát is vinni magunkkal a hétfői napon. Kinyílott az aranyeső, én voltam ma a legelső, hangzik az ismert locsoló vers. A Sóstói Múzeumfaluban 2018-ban volt utoljára húsvéti rendezvény, idén azonban újra nagyszabású programsorozattal készülnek. A falusi húsvét eseményei nagypénteken kezdődnek. Minden nap húsvéti tojásfestésre invitálják a látogatókat, emellett hagyományos húsvéti ételek készítésében is részt vehetnek az ideérkezők. A legtöbb program húsvét hétfőn várja majd az érdeklődőket, a hagyományos locsolkodást pedig nem csak nézőként követhetik a vállalkozó kedvűek. Már szerintem sokan várják azt, hogy a nyírségtánc együttessel együtt locsolkódhassanak, a fiúk locsolják a leányokat. Hál' Istennek érkeztek olyan megkeresések is, hogy hozzunk-e váltó ruhát, igen, mondjuk, hogy hozzanak váltó ruhát, hiszen ha máshol nem, ezt a hagyományt itt meg tudják őrizni, fel tudják eleveníteni a múzeumfaluban. Gyermekprogramok, húsvéti kézműves foglalkozások, tánctanoda is várja hétfőn a családokat. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepén istentiszteletet is tartanak a múzeumfaluban. A hagyományőrző programok mellett új állandó kiállítással bővül a látnivalók sora. A múzeumfalu ezen a napon egy új kiállítással gazdagodik, hiszen Hungarikum pályázat jóvoltából nyílik meg a Túr Istvándi csűrünkben egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktár elemeit felsorakoztató állandó kiállítás. Digitális elemeket és olyan leírásokat tartalmaz a kiállítás, amiben kicsik és nagyok megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő értékeket, és nagyon fontos az, hogy játszósarkot is kialakítunk, tehát hogy amíg a szülők olvasgatnak, bíbelődnek az értékek között, addig a gyerekek akár tudnak játszani is.
A húsvét a valláson kívül a tavasz eljövetelének időszaka is. A keresztény egyház szertartásaiban a 40 napos böjtöt a húsvéti ünnepek követik. Az ünnepkör pünkösddel zárul. A húsvéttől pünkösd vasárnapig tartó időszakot húsvéti időnek is nevezik. Használt étolajgyűjtőt helyezett el udvarán a Kertvárosi Általános Iskola. Nem ez az első intézmény, amely ilyen kezdeményezést valósított meg. Több óvodában és iskolában leadható már a fáradt sütőolaj vagy zsiradék. A Móricz tag intézményében elsősorban az odajáró gyermekek szüleitől várják a gyűjtést, de bárki élhet a lehetőséggel. Néhány nappal ezelőtt a hátsó bejárat mellett helyezték el ezt a sárga gyűjtőedényt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézményénél. A csaknem 500 diákot nevelő iskola számára fontos a környezetvédelem, ezért csatlakozott a kezdeményezéshez. A gyűjtőpontra eredeti csomagolásában várják az elhasznált sütőolajat és zsiradékot. 2020-tól mi örökös okaiskola vagyunk, és fontosnak éreztük azt, hogy megvalósítsuk ezt a projektet is a mi iskolánkban, hogy tovább lépjünk. Van tankertünk, tankonyhánk, nagyon sok mindent teszünk azért, hogy a gyerekek megtanulják azt, hogy mi a környezettudatos nevelés, mi az a környezettudatos életmód. Na hát most a kicsit a környezetünket is szeretnénk arra ránevelni, hogy környezettudatosabban tudják elhelyezni a használt olajaikat. Megtehetik ezt a környéken élő kertvárosi lakosok, mindenki, aki az iskolához bármilyen módon csatlakozik, vagy akár csak itt él a kertvárosban. Szeretettel várjuk azokat a felnőtteket, azokat a gyerekeket, akik behozzák a fáradt olajat a mi iskolánkba. Ezt természetesen itt a hátsó kapun megtehetik, nagyon közel helyeztük el direkt azért, hogy könnyen megközelíthető legyen. Flakonokban, üvegekben, bármilyen tároló egységbe bele lehet helyezni ebben a kis tároló egységbe. Nyíregyházán több iskola és óvoda kihelyezett már ilyen gyűjtőt, de számos üzletben és a megyeszékhely két hulladék udvarán is leadható az elhasznált étolaj. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a búzatéri piac és józsavárosi piac nagypénteken és szombaton nyitva tart, húsvét vasárnap és hétfőn viszont zárva lesz. Az örökös piac nagypénteken, húsvét vasárnap és hétfőn zárva tart, szombaton azonban várja a vásárlókat. A Tokaji úti vásártér április 15 és 18-a között zárva lesz. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Ügyfél szolgálatai április 15 és 18-a között szintén zárva tartanak. Látta-e már a zenét? Ez a címe Szentpéteri Csilla Zongora művész zeneszerző ifjúsági koncert sorozatának, melye 2015 óta járja az országot. A koncerteket azóta közel 20 ezer diák láthatta. A nyíregyházi eseményen 4 intézményből is több száz gyermek vett részt. A látványos zenei korszakokon és műfajokon átívelő előadás egyik fontos eleme, hogy valamennyi városban helyi fiatalok, pedagógusok is fellépnek a műsorban. Fergeteges hangulat Szentpéteri Csilla nyíregyházi koncertjén. A zongora művész, zeneszerző, ismert klasszikusokat öltöztet új köntösbe zenekarával, saját szerzeményeket is előad, ezek mellett zenetörténeti, képzőművészeti ismereteket, érdekességeket oszt meg az általános és középiskolás hallgatósággal. A látványos, zenei korszakokon és műfajokon átívelő koncertsorozatnak a művész az ötletgazdája. 2 éves előkészület után 2015-ben indult útjára missziója. A Látta-e már a zenét, ez tulajdonképpen azért jött ez a cím, mert én azt szeretném, hogyha a gyerekek, vagy a diákok, vagy egyáltalán az emberiség nem csak úgy hallgatná a zenét, hanem azokat az érzéseket, amiket egy zene kiválthat, azt valahogy gondolatokkal is, tehát hogy ő utazzon tényleg, hogy annyira el van tunyulva az agy, el van tunyulva a lélek. A pandémia nyilván ehhez hozzátett, tehát hogy azt érzem, hogy egy picit elfásultak az emberek, elfáradtak, és ez tulajdonképpen ilyen ösztönzés szeretne lenni, hogy megnyissuk azokat a bizonyos csakrákat, lássunk. Az ifjúsági koncertsorozaton 2015 óta több mint 20 ezer diák vett részt. A negyedik turné utolsó állomása volt Nyíregyháza. A művész számára a kezdetektől fontos szempont, hogy valamennyi városban a helyi iskolák tehetségeit, diákokat és pedagógusokat is bevonjon az előadásba.
Nagyon fontos volt számomra, és ezt mindig visszakapom az üzenetekben, hogy ők érzik a szeretetet. Tehát, hogy érzik, hogy itt egy partnerség alakul ki, hogy én nem egy másik bolygóról jöttem, hanem én itt vagyok velük, és tulajdonképpen ez egy együttutazás, egy nagyon jó helyre, ahol nincsenek problémák, nincsenek kaotikus feladatok, vagy éppen olyan hétköznapi gondok, amikkel nem tudnak megbirkózni. Itt csak az ő feladatuk, hogy ezt élvezzék, érezzék, lássák. Mert mindig el szoktam mondani, hogy a zenét nem érteni kell, hanem élvezni, átélni. Hát a zenének ez az egyetlen funkciója, hogy minden állapotunkban, ha boldogok vagyunk, ha éppen boldogtalanok vagyunk, de a zene az egyetlen őszinte barátunk, mert a zene az mindig ott áll mellettünk, és mi magunk eldönthetjük, hogy mit hallgassunk. A Láttad-e már a zenét koncertsorozatból az évek során egy rajzverseny is kinőtte magát. Negyedik alkalommal pályázhatnak a diákok zenei ihletésű alkotásaikkal. Ebben az évben 4 megyéből közel 1000 rajz érkezett be. A munkák zsűrizése április 12-én kezdődik. Az interaktív koncertsorozat a zeneszerző új albumának munkálatai miatt egyelőre szünetel. Legközelebb szeptemberben folytatódnak az ifjúsági előadások. Két év szünet után 29. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a hagyományos nyuszi futást. Ezúttal új helyszínen, a Kertvárosi Atlétikai Centrumban várják a családokat a szervezők, akik számos kísérő programról is gondoskodnak a gyerekek számára. A szombaton 10 órakor kezdődő rendezvényen. 400 méteres kört kell teljesíteni mindenkinek, lesz egy bemelegítő kör, ott az élő beöltözött nyuszi is fogja felvezetni a résztvevőket, és azt követően jönnek az ovisok, azt követően pedig az általános iskola alsó tagozat, majd a felső tagozat, és jön a legnagyobb létszámot megmozgató kör, a családi futás, ahol egy fő felnőtt és egy fő gyereknek kell részt venni. Minden versenyszám után aranyezős bronzérmet fognak kapni, dobogóra fognak állni a résztvevők, és természetesen, ahogy teljesítették a távot, akkor a piros tojás minden gyereknek a kezébe fog kerülni, illetve mindenki tombolát fog kapni, és minden egyes versenyszám után el fog dördülni a cukorágyú, amit a gyerekek imádnak. A 36 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a kezdő dobás program második megyei tornáját. A cél az, hogy minél több gyerekkel megismertessék a kézilabda alapjait, és közülük minél többen kerüljenek közel a sportághoz. Egy hónappal ezelőtt 26, az elmúlt vasárnap viszont már 36 csapat vett részt a Continental Arénában a kezdő dobás program idei második rendezvényén. 3 pályán meccseket játszottak, mellette egy ügyességi pályán végezhettek különböző gyakorlatokat a 8-9 éves gyerekek. Voltak, akik már korábban is fogtak kézilabdát a kezükbe, de voltak olyanok is, akik itt ismerkedtek meg a sportág alapjaival. A rendezvénynek ez is a célja, és persze az, hogy a fiataloknak kedvet csináljon a kézilabdához. Azt tudtam mondani, hogy a szerelem első látásra program. Reményeink szerint az ideérkező gyerekek rögtön beleszeretnek a kézilabdába. Egy olyan látvány sportágról van szó, melyik egyik legsikeresebb szerintem Magyarországon. A gyerekek itt csak pozitív élményt tudnak nyerni. A megyei kézilabda szövetség, hogy egy kicsit a játékélményt növelje, műzliszteletekkel készül, szól a zeneszámukra, és azt reméljük, hogy ez egy olyan tartalmas nap a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt, hogy kellő odafigyeléssel és gondoskodással itt maradnak a sportágunkban. Csengerből 4 csapat érkezett a rendezvényre. Balog Attila edző szerint fontos, hogy sportoljanak a gyerekek, a kézilabda pedig akár más sportágakhoz is megteremteti számukra az alapot. A városban egyébként van hagyománya a sportágnak. Felnőtt megyei csapatunk van, női csapatunk, szeretnénk visszahozni a férfi csapatot is, de inkább a lányokkal foglalkozunk, már óvodás kortól egészen a felnőtt korig. Úgyhogy ezt szeretnénk erősíteni. Egyébként van még futszál is Csengerbe, illetve atletizálni is lehet, úgyhogy még lehet, hogy sportágat is váltanak a gyerekek, nem szabad megkötni még ebben a korszakban őket. A pályán nem csak a gyerekek, hanem a fiatal játékvezetők is megmutathatták, hogy mit tudnak. A megyei szövetség ugyanis kiemelten kezeli a sípmesterek képzését.
aktív, ugye a játékvezetői képzés. Létezik egy mentorprogram nálunk, aminek a neve Jump, és alapfokú játékvezetői tanfolyamot pedig most már az elmúlt 7-8 évben minden évben indítottunk. Annyi változás van most itt, hogyha valaki a pályán körülnéz, akkor szokott látni a játékvezetőket, akik ilyen neonzöld, velünk a kézilabda című pólóban vannak. Ők már azok az alapfokú tanfolyamon résztvevő fiatal játékvezető palánták, akik már itt találkozhatnak a sportággal, megmérettethetik magukat, és reméljük, hogy ők is itt maradnak közöttünk. Májusban még lesz egy megyei rendezvény a gyerekek számára, nyáron pedig a strandkézilabdával is megismerkedhetnek majd a kézilabda palánták. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Vasútbiztonsági kampányt indított a MÁV, mivel drasztikusan emelkedik a vasúti balesetek száma. Idén eddig 32 vasúti átjárós baleset történt a kressz megszegése vagy figyelmetlenség miatt, amelyekben 16-an haltak meg. Egy hián annyi, mint tavaly egész évben. A további balesetek számának csökkentése érdekében indult elfigyelem felkeltő kampány. Itt a húsvéti szezon, már megindult a roham a húsvéti sonkáért is. Füstölt húsokból évente közel 8000 tonnát értékesítenek a kereskedők Magyarországon. Ennek mintegy egyharmadát ezekben a napokban vásárolják a fogyasztók. Jó hír, hogy idén nem tapasztalni olyan nagy mértékű drágulást, mint a korábbi években. Nagy péntektől várják a közönséget a Sóstói Múzeum faluba. A legtöbb programot húsvét hétfőn tartják a skanzenben. Ilyen nagyszabású rendezvény sorozatot évek óta nem tudtak tartani ebben az időszakban. A hagyományőrző programok között természetesen falusi locsolkodás is lesz, ezért érdemes váltóruhát is vinni magunkkal a hétfői napon. Április 12-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták. Szerda este is várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Éjjel derült vagy gyengén felhős, csapadékmentes idő lesz, gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 4 fok között alakul. Szerdán derült napos idő várható a Dunántúlon és a Duna mentén. Élénk, kevés helyen olykor erős délkeleti széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között várható.